Az Otthon bezár vagy kinyit címmel programsorozatot indít a Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága. Ennek a célja, hogy segítséget nyújtsanak a járvány idején kialakuló mindennapi kihívások leküzdéséhez. Feszültséggel fogad járni, hogy én nekem azokat az energiáimat, amit idáig nem kellett lekötnöm, vagy nem erre, most le kell kötnöm valami másra. Például, hogy mit csináljak otthon a két gyerekkel, aki nem jár iskolába, és közben tanítanom kellene megháztartást, meg ehhez hasonlók. A saját életemben a kiszolgáltatottságot élem meg, nem én befolyásolom azt, hogy mikor tudok lemenni a játszótérre a gyerekekkel, vagy elmenni a boltba, vagy barátokkal találkozni, hanem a külvilág fogja nekem megmondani. Ezekre a problémákra is megoldást kereshetnek a beszélgetés résztvevői a pszichológus segítségével. Éger Csaba a képernyőn látható Facebook elérhetőségen élőben válaszol az előzetesen vagy kommentben feltett kérdésekre, illetve várja a hallgatók tapasztalatait. Arra gondoltunk, hogy valószínűleg ez a különleges helyzet, ez azért sok családot, ha nem is nehézség, de nem könnyű helyzet elé állít ezzel az állandó összezártsággal, a gyerekek otthontanulásával, az otthoni munkával, azzal, hogy a megszokottnál sokkal többet vannak együtt, nyilván több az öröm is benne, de esetleg több a nehézség is. Szerettük volna, hogyha azt érzik a családok, hogy mellettük van az egyház ebben az időszakban, és ilyen formán is, hogyha probléma adódik, akkor van hova fordulni segítségért, ezért biztatjuk arra az érdeklődőket, hogy akár előzetesen, akár pedig az élőadás ideje alatt tegyenek fel kérdéseket, illetve arra is kértük a családokat, hogy az örömeiket is osszák meg, mert nyilván ezzel pedig erősíthetjük egymást, és tanulhatunk egymástól, hogy hogyan tudja a nehézségekben is megtalálni az örömöket. Az első alkalom pénteken 17 órakor kezdődik, témája a hogyan tudom csökkenteni a kiszolgáltatottság érzését és felfedezni a mindennapok örömeit a jelen helyzetben. A következő online találkozás pedig április 8-án szerdán 17 órakor lesz, hogyan tudok ünnepelni négy fal közé zárva tematikával.